Immáron 12-re nőtt a nem állami alkalmazott tudományok egyetemeinek száma. December 12-e, 18 óra 41 perc pedig beíródik a Sárospataki Református Teológiai Akadémia nagy történelem könyvébe mert hogy ekkor szavazta meg az országgyűlés azt, hogy 2024. február 1-től Sárospataki Református Hittudományi Egyetem néven folytathatja munkáját a Felsőoktatási Intézmény. Professzor dr. Engi Sándor rektor sajtótájékoztatón nem csak arról beszélt, hogy hosszú évek munkájának gyümölcse érett most be, hanem arról is, hogy a legméltóbb helyére került a teológia. 51-ben megszűntünk, 1531 után, és amikor 91-ben újraindult, abban a 91-es, -92 92-es tanévben, akkor nem volt az annyira természetes, hogy a négy egyházi felsőoktatási intézmény közül csak kettő kap egyetemi rangot. Nyilván az lett volna logikus, hogy a négy akadémia négy egyetemet hoz maga után. Mi mindig is éreztük, hogy a diákjaink nem csak azért nem biztos, hogy nem jönnek hozzánk, mert mi Észak-Kelet Magyarországon vagyunk, és Budapesttől távol, hanem ott volt a, a, az a hát nem mondom, Damoklész kardja, hogy, hogy na, ez egy főiskola maradt mégis, tehát nem volt főiskola, mert egyetemi diplomát adott, de hő hőn dédelgetett vágyunk volt, és ezért mondom azt, hogy az elődöknek hála, hogy, hogy, ezeket a feltételeket teljesítettük. Mert hogy az egyetemi címhez jelentős feltételeknek kellett megfelelni. Idén elmondhattuk, hogy teljesítjük a Nemzeti felsőoktatásról szóló állami törvénynek azt a rendelkezését, mely az alkalmazott tudományok egyetemének a kritériumait sorolja fel. Tehát legalább négy alapszakot, ezt teljesítettük legalább kettő mesterszakot, ezt túl is teljesítettük, hiszen idén a harmadik is elindult a kulturális közösség szervező mesterszak. Teljesítettük azt, hogy az oktatók legalább 45%-a tudományos fokozattal PHD doktori címmel rendelkezzen. Itt a 28 oktatóból 18 rendelkezik vele, ez nem, hogy 45% lenne, hanem 64%. És az is öröm számunkra, hogy további öt oktató jelenleg is járja a doktori képzést. Tehát van reményünk arra, hogy ez a ez az arány még gyarapodhat, illetve ami végül is idén valósult meg, ez volt az utolsó kritérium, hogy legalább két duális képzésünk legyen, ez a szociális munka mellett a diakónia szakon lehetséges. Jelenleg több mint 300 hallgatója van a Református Teológiai Akadémiának. Annak rektora szerint továbbra is kiemelt cél a gyakorlatorientált képzések megvalósítása és a határon túli hallgatók bevonása az általuk nyújtott képzési lehetőségekbe.